Egy pontos akciótervvel indul Budapest meghódítására Puzsér Róbert. Ellentmondásos személyiség, a programja az autók gyűlöletéről szól, mégis taxival jött a stúdióba, és hát feltűnően gyakran emlegeti a karácsonyt, pedig még csak október van. Tarlós István viszont kedveli, legalábbis mint publicistát. Puzsér egy érdekes színfolt, én kedvelem őt, nézem a műsorait, a szakmájában ő profi, de ez a városvezetés, ez egy másik szakma, amit meg ő egy programpontként megfogalmazott, és ahogy végre akarja hajtani, hát ha ismerné a rendszer működését, vagy Budapest igényeinek összességét, vagy általában a jogszabályi feltételeket, akkor azt mondanám, hogy nem egy koncepció, hanem egy illúzió. Hát ilyen egyszemélyes polgármesteri utasításokat először is nem lehet kiadni, de ezzel együtt egy kedves figura, nekem semmi bajom nincs vele. Vendégem pedig itt a stúdióban a kedves figura, maga Puzsér Róbert, jó estét kívánok! Jó estét! Na hát Tarlós István, hát szóval nem állítom azt, hogy komoly jelöltként, vagy komoly riválisként tartana öntől. Ön is kijelentette egy videóban nemrégiben, hogy nem politikai realitás az, hogy önből főpolgármester van. Akkor nem, az... nem ezt mondtam. Azt mondta, hogy Tarlós István az esélyese a jövő évi főpolgármester választásnak. Ez nem azt jelenti, hogy nincs esélyem. Minden esetre Tarlós István a favorit. Ennyit mondtam. Hát nagyjából ugye ő a Fidesznél is népszerűbb jelen pillanatban, tehát 50%, még a baloldali szavazóknak is több, mint a fele ő rászavazna, de akkor fölmerül a kérdés, hogy minek? Mit minek? Tehát miért tartja ön fontosnak elindulni a főpolgármesterségért? Azért, mert Tarlós István az 1970-es éveknek a városvezetési elvei mentén vezeti a fővárost, és én azt gondolom, hogy meghaladtuk az 1970-es éveket. Azért, mert Tarlós István régi módian vezet, azért ezért fontos elindulni önnek? Nem nekem, azért lenne fontos a sétáló Budapest koncepciójának megvalósulni, mert a sétáló Budapest koncepciója az egy 21. századi nívón realizálná Budapestnek a városiasságát. Én nekem az a tervem, hogy a sétáló Budapest koncepcióját megvalósítom, és mivel senki nem valósítja meg, senkit nem látok a politikai színen, aki képes lenne erre, vagy akinek elhinném, hogy ő ezt komolyan meg akarja valósítani, ezért aztán úgy döntöttem, hogy akkor majd megcsinálom én. De nehéz is komolyan menni. Miért nehéz? Kitiltani az autókat a Budai vártól, nem tudom, Zuglóig. Nehéz komolyan venni? Akkor Tarlós István miért vette át a saját programjába? Jó, akkor Tarlós István programjában jóval korábban volt már egy nagyon hasonló intézkedés, most, de ugye az nagyon fontos dolgokban különbözik. Most, 4 nappal azután, hogy én megfogalmaztam ezt a koncepciót, Tarlós István programjában megjelent ez 2030-ra időzítve, tehát jó biztonságos távolságra. Minden esetre, tehát hogy ez a program, ez egy illúzió, ez nem megvalósítható, vagy nem megvalósítandó, nem lenne rá szükség, ehhez képest Tarlós István átvette. De milyen biztos, érdekes. Hogy... Nem olyan régen még a dugódíjat tesztelte, és hát kevés sikerrel tesztelte. Az volt az eredmény, hogy a budapestiek, nyilvánvalóan az autósok nem akarnak dugódíjat. Én fölemeltem a dugódíjat a dugódíjadi hatványra, és azt mondtam, hogy a belső Budapestről ki kell tiltani az autókat, és lám, Tarlós István már is átvette. Mi baja van ennek az autókkal? Nekem az autókkal a világon semmi bajom nincs. Miért akarja kitiltani őket a belvárosba? A 21. századi város az emberi léptékű, zöld, összefüggően besétálható, és nem autókra, hanem emberekre optimalizált. Egy emberi léptékű Budapestet kínálok fel a budapestiek. Miért akarja kitiltani az autókat onnan? Tehát mit zavarnak ebben az autók? Hát fogalmazunk úgy, hogy ennek számos vonatkozása van. Egyrészt egészségügyi jellegű. Jó, de akkor konkrétan arról van szó, hogy a városban a levegő belégzésre alkalmatlan. Figyelj. Arról van szó, hogy ha valaki a városhatáron kívül lakik, akkor az 3 évvel él tovább, mintha belső Budapesten lakik. Ez oké? Én benn voltam tegnap a belvárosban, remekül tudtam levegőt venni. De akkor ilyen alapon, hogy egészségtelnek az autók, ilyen alapon a mobiltornyokat is ki kellene tiltania. Miért kéne? Hát mert az is egészségtelen, a káros sugárzásokat. Ki kellene tiltani a tejet, mert az meg a laktóz érzékenyekre egészségtelen. Hát, tehát ön szerint Budapesten a levegő az belégzésre alkalmas, ön szerint a... Abszolút, én például gyakran veszek levegőt benne a belvárosban. Értem.
Hát én nekem meg nem ez az élményem, és az a tapasztalatom, hogy a budapesti egzőmének nem ez az élménye. Azt gondolom, hogy Budapesten a levegő... Tömegével lát megfulladt embereket Budapest belvárosában? Az imént mondtam. 3 évvel élnek rövidebb ideig az emberek a belső Budapesten, mint hogyha a városhatáron kívülre költöznének. Én értem, hogy a NER elitje az Budapesten kívül az agglomerációban lakik, és onnan a terepjáróikkal járkálnak be, meg vissza. Őket elhiszem, hogy nem zavarja. Ők jó mély levegőket tudnak venni a város belsejében, mert hisz odakint a jó levegőben nevelgetik a gyermekeiket. Csak hogy vannak ám 1,5 millióan legalább, akik ebben a smogban fuldokolnak, és ők úgy gondolom, hogy megérdemlik a belélegezhető levegőt Budapesten. Jó, tehát akkor az alkoholt is kitiltaná a belvárosból? Az is egészségtelen, sőt a dohányzás is egészségtelen. Én azt gondolom, hogy a dohányzás az mindenkinek a joga. Joga, hogy mit visz be a szervezetébe. Azt ő felnőtt az emberként viszi be, bocsánat. Az autózás nem jog? Nem. Amikor a budapestiek, a Budapest alsó 90%-a, kvázi az autó nélkül közlekedők, az autósok kényelméért fizetnek a saját egészségükkel, a saját tüdejükkel, az nem az ő döntésük, nem az ő választásuk, abba a felső 10% kényszeríti bele őket. A helyzet az, hogy én kiálltam egy zöld és baloldali programmal. Ez a program, ez az alsó 90% programja, annak a 90%-nak a programja, amelyik nem autóval közlekedik, hanem gyalog és BKV-val közlekedik, és aki az egészségével az autósoknak a kényelméért fizet. Ön szerint ez a legnagyobb problémája jelen pillanatban a budapesti lakosoknak? Abszolút. Igen. Ez a legnagyobb problémája a budapesti lakosoknak. Igen, a be nem lélegezhető levegő. Igen. Abban a metropoliszban zajló élet, amely élhetetlen. Élhetetlen. Én azt gondolom, hogy az ember emberi léptékű várost érdemel. Nem ezt a smog és vasbeton dzsungelt, ami Budapest. Ah, és amivé Budapestet, hát a posztkomcsi örökség ideértve. Járt már Demszky Gábort és Tarlós István. Járt New Yorkban, járt Londonban, járt Párizsban. Azt sem érdemlik meg a New Yorkiak és a Párizsiak és a Londoniak? Döntsenek erről a New Yorkiak, a Párizsiak és a Londoniak. Jártam Rómában, jártam Sevillában, jártam Kopenhágában, jártam Bécsben, és egy olyan referenciát tapasztaltam, azt láttam, hogy az élhetetlen metropolisz közepén van egy városnyi város. Egy akkora város, ami emberi léptékre és emberi mértékre lett optimalizálva. Ez azt jelenti, hogy sétálható, ez azt jelenti, hogy zöld, az azt jelenti, hogy kerékpározható, és a levegő belélegezhető. Azt látom, hogy Európa nagyvárosai ebbe az irányba tartanak, mi meg az illiberális testvériség mentén versengünk a be nem lélegezhető levegő smogtartalmában Shanghai-jal. Azt gondolom, hogy vissza kell fordulni erről az útról, Európa felé. Mit tenne ön a hajléktalanokkal, amennyiben megválasztják főpolgármesternek? Én embertelennek tartom azt a politikát, amely jelenleg zajlik, embertelennek tartom a hajléktalanoknak az eltüntetését szem elől, hogy a hajléktalanok zavarják a városban lakók komfortérzetét, tehát ki kell őket söpörni, valami elhagyatott telken meg lehet fagyni biztonságban, vagy a Pest környéki erdőkben el lehet pusztulni éhen, vagy a hidegben. Ez aztán már nem érdekli a városvezetés. Ön szerint az erdőkbe terelik ki a hajléktalanokat? Tehát ön így értelmezi? Ön látott rendőröket, akik mondjuk a 3-as határhegyre tereltek föl? Nem terelik föl, nem. Egyszerűen kisöprik őket onnan, és ahol... És fedett helyre, fűtött, zuhanyzóval ellátott... Ahol kifosztják őket. Ahol a körülmények börtön viszonyok. Elviselhetetlenek és elfogadhatatlanok. A hajléktalanok 80%-a szerint teljesen rendben van. A hajléktalan szállók állapota akceptálhatatlan. Konkrétan hajléktalan emberek nem mernek bemenni a hajléktalan szállóra. Ön szerint az rendben van, hogy a Blahalújza téren, az aluljáróban életvitelszerűen ott élnek a hajléktalanok, ott végzik a dolgukat. Nem, ez semmiképp sincs rendben. Ezt Demszky Gábor és Demszky város vezetése gondolta így, hogy ez a nagyobb fokú szabadság, ez emberi jog. Én nem gondolom. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon súlyos... Ne legyenek hajléktalanok. Hát... Mit tennék, mint főpolgármester? Igen, majd igen. Főpolgármesternek nagyon szűk a mozgástere ebben a vonatkozásban. Mondjuk emberséges, élhető viszonyokat teremtenék a hajléktalan szállókon. Ez a minimum. Tehát ennyit egy főpolgármester jó lelkiismerettel megígérhet. Mivel, hogy Orbán Viktor és a központi kormányzat visszanyeste
a fővárosnak a jogköreit, és visszanyeste a fővárosnak a költségvetését, kvázi a pénzét megfelezte, a jogait megfelezte. Az önkormányzatisággal kapcsolatos álláspontját ilyen módon fejezve ki. Egyre kevesebbet ígérhet jó lelkiismerettel és felelősséggel egy főpolgármester jelölt. De azt, hogy emberhez méltó körülményeket kell teremteni a hajléktalan szállókon, ezt úgy gondolom, hogy megígérheti. Rendben. Ön mit gondol, hogy politikailag elég érette a helyzet ahhoz, hogy Puzsér Róbert főpolgármester lehessen? Nem tudom. Politikailag elég érett volt a helyzet ahhoz, hogy Schmidt Pál főpolgármester lehessen? Arra gondolok, hogy ön nincs még egy évvel ezelőtt egy Jobbik fáklyás felvonuláson beszélt a Hősök terén. Holnap az LMP nagygyűlésén fog beszélni. Igen. Tehát és ön, az ember, ön azt mondja, hogy nem hajlandó elindulni az előválasztáson, ugye ezen a baloldali előválasztáson, viszont mégis a baloldali pártok támogatására számít. Nem, én a centrumpártok támogatására számítok, és nagyon bízom abban, hogy egyre több és több centrumpárt lesz, vagyis azok a pártok, amelyek elkezdtek kiszédelegni a centrumból, azok visszafordulnak, és mégiscsak a centrumban találják meg a saját politikai identitásukat, meg a számításukat. Miért pont az LMP-re esett a választása? Tehát milyen, szóval itt éles nem az látás. Nem az én választásom esett az LMP-re. Az LMP választása. Holnap beszél az LMP rendezvényén. LMP választása esett rám. Az LMP engem meghívott a rendezvényére. Hogyha engem... És kötelező volt, igen, nem mondani? Tartottak egy revolvert. Nem kötelező, de ha tudod, de miért nem mondhatnék én az LMP-nek? Csak hogy pont az LMP-re esette a választása, nem az a párt, amelyik a Vágó Gábort például nem engedi oda holnap, vagy pontosabban a Vágó Gábor megsértődött és nem megy oda, amelyikből ma lépett ki Meszerics Tamás. De engem felkért az LMP, hogy szólaljak fel. Hogyha engem felkérnek, akkor én oda megyek, és egy beszéddel készülök. Ha van kifogásom az adott párt ellen, akkor én azt nem az adott párt sajtósának fogom elmondani, hogy én nem megyek ezért és bármelyik ezért és ezért, hanem elmegyek, igen, bármelyik, igen, de azt a beszédet meg is kell ám hallgatni. Tehát a DK meghívna, akkor ha nekik is? A DK meghívna, igen, kifejezetten elmennék, és azt a beszédet, azt hát nem tennék ki az ablakba. Mi Hazánk mozgalom meghívná Novák előtt, oda is elmennék? Ha a Mi Hazánk mozgalom meghívna, oda is elmennék, azt a beszédet is a Mi Hazánk mozgalom politikusainak végig kéne hallgatniuk, nem lenne könnyű nekik ez. Rendben van. Felkérte a olimpiásokat. Bocsásson meg, miért probléma elmenni egy rendezvényre, ahova az embert meghívják? Most már a jobboldali sajtó várja el az elhatárolódást, meg a kivel és kivel le nem ülést egy asztalhoz? Nekem kivel szabad és kivel nem szabad leülnöm egy asztalhoz vajon? Hiszen elmegyek bárhova, ahova hívnak. Én bárhova elmegyek, ahova hívnak, és azt gondolom, hogy ez a kulturális norma. Én ezt a normát szeretném elmélyíteni. Nem a kirekesztést, nem a másikkal egy asztalhoz nem leülést, hanem a mindenkivel leülést, a diskurzusnak a folyamatát, és a folytatását. Nagyon-nagyon rövid utolsó kérdés. A nolimpiásokat kérte meg, hogy a kampányában vegyenek bizonyos részt. Bizonyos nolimpiásokat. Nem tart attól, a nolimpia egy dolgot tudott, egy kiváló kezdeményezést megfúrtak. Nem tart attól, hogy azt tudják majd elintézni, hogy önből se legyen főpolgármester? Én az ön helyében tartanék ettől. Nekik nem az volt a tervük, hogy olimpiát rendeznek és kudarcot vallottak. Nekik az volt a tervük, hogy a nemzeti együttműködés rendszerének az intézményes lopkodását megakadályozták és sikert arattak. Hogyha ugyanilyen sikert arattak... Az országtól egy kiváló rendező. Nem az országtól, a NER elitjétől. A NER elitjétől számos beruházást. Máshonnan nézzük ezt a dolgot. Puzsér Róbert, köszönöm, hogy eljött. Én köszönöm.